Gyurcsány Ferenc állítólagos üzlettársát az Interpol körözi, azért fogalmaztam így, hogy állítólagos, mert a DK cáfolja, hogy a pártelnöknek közel lenne a Bolgár Bank tulajdonoshoz, aki a gyanú szerint 600 milliárdot lopott. A fidesz KDMP felszólítja Gyurcsány Ferencet, hogy nyilatkozon arról, jutott-e Magyarországra a nemzetközileg körözött bűnöző Szveten Vasszilev pénzéből. Vendégünk Budai Gyula, a Fidesz országgyűlési képviselője. Jó estét kívánok! Szóval mire alapozza a Fidesz azt, hogy gyócsány Ferenc nem Köze van ehhez a bolgár oligarchához. Jó reggelt kívánok! De én úgy gondolom, vannak tények, amivel nagyon nehéz vitatkozni. Az egyik ilyen tény, hogy Gyurcsány Ferencnek valóban van egy közös üzleti vállalkozása a Vasszélje nevű bolgár oligarchával. Ugye 2014-ben egy olyan közös céget hoztak létre Bulgáriába, aminek a fő tevékenysége a mobil parkolás, és mit ad Isten? a know how vagyis a technológiát azt az a Kóka János adta, aki korábban a Gyurcsány kormány gazdasági minisztere volt. Egyébként nem csak Bulgáriában, hanem a Balkán nagy részén, a balkáni országok nagy részén is ez a mobil parkolási technológia van. Tehát egy közös céget hoztak létre, egy közös üzleti vállalkozásuk van. És azért ne felejtsünk el egy nagyon fontos körülményt, amiről a DK nagyon hallgat, hogy Gyurcsány Ferenc feleség az a Dobrev Klára, akinek az apja a bolgár titkosszolgálat egyik ezt vezetője volt. Milyen bizonyítékok alapján állítják, vagy ezt mire alapozzák? Honnan tudják biztosan, hogy a bolgár titkosszolgálat? Ugye ez korábban a sajtóban több alkalommal megjelent. Dobrev Klára vonatkozásában is, ugye ezt a mai napig. Nyilván nem akarom nem a sajtó kollégákat minősíteni, de hát azért az még, hogy a sajtó megír valamit, az nem feltétlenül biztos, hogy úgy van. Hát persze, uh, valóban uh, az, hogy a sajtó mit ír meg, meg mit nem ír meg, az egy uh, más kérdés, de jelen pillanatban én nem tudok arról, hogy ezt valaki megcáfolta volna uh, uh, Gyurcsány Ferenc, illetve Dobrev Klára uh, részéről. És azért nagyon, nagyon érdekes, hogy ez az egész uh, uh, bolgár uh, kapcsolat, hogy jött a képbe, miként lehet az, hogy Gyurcsány Ferencnek közös üzleti vállalkozás van. Egyébként a, én, én úgy értesültem, hogy magát, az üzleti vállalkozásnak a meglétét ö, ö, Gyurcsány Ferenc ö, elismerte. Valóban van egy ilyen közös üzleti vállalkozás, és az is tény, hogy ez a bolgár oligarha közel 650 milliárd forint ö, nagyságú euróval, lelépett, hogy mondjam így, Bulgáriából, és az Interpol vörös körözést adott ki ellene. Dobrev Klára a közösségi oldalán cáfolta ezt a dolgot, a DK szóvivője a Gyurcsány Ferenc és a, a bolgár oligarha közti kapcsolatot cáfolta, illetve hogyha ő most ezt tényként állítja, hogy van köztük üzleti kapcsolat, akkor miért kérte a Fidesz azt, hogy tisztázza a Gyurcsány Ferenc hát, a Tisztázni... A... Nem az üzleti kapcsolatot kell, tisztázni az kell, hogy abból a pénzből, amely eltűnt ebből a bankból, ugye ez uh, bulgári egyik legnagyobb magánbankja volt, jutott-e Magyarországra, és van még egy nagyon fontos kérdés, hogy jutott-e a DK-hoz ebből a pénzből. Ugye ne felejtsük el, hogy a, az elmúlt időszakban én jó magam nagyon sokszor uh, egy másik ügy kapcsán szintén föltettem ezt a kérdést, hogy ez a Ceglédi ügy volt, hogy a Ceglédi által eltüntetett milliárdokból jutott-e a DK-nak, vagy jutott-e uh, uh, Gyurcsány Ferencnek, azt is cáfolták, és ebben az ügyben is van egy büntető eljárás, ami lassan vádemeléshez közeledik, és ott is egyébként nagyon konkrét tények igazolják ezt a körülményt. Természetesen én értem a a, a DK és Gyurcsány Ferenc reakcióját, hogy cáfolunk egy ilyen ö, ö, nagyon komoly ö, ö, bűncselekmény ö, nyel összefüggésbe hozott eseményt. Hát ne felejtsük el, ez a bolgár oligarch egy köztörvényes bűnöző, akit jelenleg az Interpol köröz. Hogyha és amennyiben ebből a pénzből jutott a DK-nak, akkor miért nem tesz a Fidesz hogy akár ön feljelentést az ügyben? Hát egyelőre várjuk Gyurcsány Ferenc és a DK válaszát, még egyszer mondom. Akkor tisztázódik, hogyha egy erről, ebből indul egy hát feljelentés, egy eljárás, akkor ez én az azt mondom, is tisztázódik. a Azt gondolom, a, hogy a magyar hatóságoknak a szerepe ebben az ügyben akkor fog e, igazán e, kidomborodni, amikor e, a Vasszijev nevű oligarchát az Interpol körzés alapján sikerül elfogni és a bolgár hatóságok megindítják el az eljárást, ugye akkor sok minden tisztázódik. De ez egy teljesen normális dolog, hogyha valaki egy közös vállalkozásban van egy köztörvényes bűnözővel, akkor adódik a kérdés, hogy a közös vállalkozásból jutott-e az altusznak, illetve jutott-e a Gyurcsány Ferenc által vezetett DK-nak ebből a hogy Miért nem tesznek feljelentést? Mert így olybá tűnik, hogy ez inkább csak egy politikai viszontválasz, viszont támadás arra, hogy a Gyurcsány Ferenc, illetve a DK neki ment a kormánynak ugye a Gruevszki ügy miatt. Hát nézze én azt gondolom, hogy ha ez az ügy olyan ö... Hogy úgy mondjam, pozícióba kerül, akkor én nagyon szívesen megteszem a fejjelentést. Én eddig is Gyurcsány Ferenc vonatkozásában minden olyan ügyben, ahol fölmerült a bűncselekmény elkövetésnek alapos gyanúja, megtettem a fejjelentést. Ugye ne felejtsük el legutoljára azon kétes kölcsönökkel kapcsolatban, amit a e, Gyurcsány Ferenc ceglédének és más e, e, személyeknek adott. A, ugye a Nemzeti Bank megalapította, hogy jogosulatlan pénzügyi tevékenység történt, és már folyik a nyomozás. Tehát azt gondolom, hogy várjuk meg. Gyurcsány Ferenc és a DK válaszát az általunk feltett kérdésekbe, és amikor megkapjuk a választ, illetőleg amikor a bolgár hatóságok által megindított eljárás olyan helyzetben van, hogy arra Magyarország tekintetében is feltételezhető, hogy ide is vezettek szálak, akkor mindenképpen én azt gondolom, hogy a Fidesz, illetve jó magam meg fogja tenni a büntető Akkor térjünk át valóban a ceglédi ügyre. Ugye november elején lehetett olvasni a sajtóban, hogy napokon belül megtörténik a vádemelés ceglédi ellen, illetve bűntársai ellen. Hol tart ez az ügy? Megtörtént a vádemelés? Vádemel vádemelés nem történt meg, de én azt gondolom, hogy ez napok kérdése. Tehát ugye az ügyészség már több többször meglebegtette, hogy befejezték a nyomozást. Vád előkészítés szakában van az ügy, ami mindenképpen a vádemelés fog követni. Én azt gondolom, hogy ez a, a, az elkövetkező napokban mindenképpen be fog következni, és akkor azok a Korábbi kijelentések, akár Gyurcsány Ferenc, akár a, a DK részéről, amely egy Szeglédi ártatlanságát ö, hangsúlyozták vagy vélelmezték, én úgy gondolom, hogy elég jelentősen meg fognak gyengülni, mert innentől kezdve valóban a bíróság, illetve a vádhatóság, az ügyészség kezébe van ez az egész ügy, és a nyilvánosság megtudhatja, hogy valóban hova tűntek azok a milliárdok, amelyet Szeglédi eltüntetett. Ö, arról tud egyébként, hogy folyamatosan ö, fegyelmi eljárások, vannak Ceglédi Csaba ellen a, a börtönben, és ezek újraindulnak azért, mert nem tudom én, nem borotválkozott meg, mert nem jó helyen volt a párnája, mert túl sok könyvet halmozott fel a cellájában. Hát nem Ceglédi Csabával kelek és fekszek, de a sajtóból én is értesülök egyébként, hogy különböző általa elkövetett szabálytalanságok miatt fegyelmi eljárás sok indultak Ceglédi Csabával szemben. Ez az ő karakteréből, vagy az ő habitusából adódik, hogy, 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 hogy ilyen körülmények között próbálja kifejezni a tiltakozását, az ellene folyó eljárás vonatkozásában. Én azt gondolom, hogy ha megtörténik a vádemelés, és a vádemelés követően megkezdődik maga a jogi eljárás, a bírósági eljárás, akkor Szegli Csaba elmondhatja az összes az ügyel kapcsolatos véleményét és észrevételét. Köszönöm szépen. Én is köszönöm.